Milyen elismeréseitek vannak? Hát például ezek... tőled, hogy jó voltál most. Zövében ilyeneket várunk egyébként mindig hátul. De ez mindig jól néz ki egy újságcikkben. Próbáljuk az újságírók munkáját segíteni, hogy mit sikerült eddig, tehát legalább ilyen. Van-e díszpolgári címetek például? Hát rólam utcát neveztek el Debrecenben, meg egy települést Hajdú-Biharban. Hajdú-Hatháza település. Az utcát úgy hívják, hogy Hatházi utca, meg van egy Szent László híd, ez nekem bőven elég. Ahhoz képest egyébként messze vitte, hogy Tégláson született, tehát azért ez erős, hogy még egy városra is futott abból Téglából. Igen. Vannak ám ilyenek is a színpadon. Jó, én nem tudok beszámolni arról, hogy rólam utcát neveztek volna el. De kaptál bombondíjat, azt hiszem? Kétszer kaptam bombondíjat, és de hát egyszer... kapott a Laci, és nem kapott. Ahány Lacinak van egy csomó? Ő bele is harapott. Egy! Hogy egy! Én nekem egy van, de elég. Nem tudom, hol lett. De meg van bombondíjunk, meg hát mindhármunknak van ilyen csodálatos aranygyűrű, amit ugyanaz. Ha összeérintünk egyszerre, akkor humorkapitány megjelenik. Én egyébként meg is mondom őszintén, hogy akkor, amikor felhívtak, ugye úgy kap az ember karinti gyűrűt, hogy előtte titokba felhívják, hogy majd te fogsz kapni egy karinti gyűrűt, de adnod kéne róla egy új lenyomatot, tehát egy ilyen gyűrű. Új méretet, egy hogy hanyas gyűrűt hordasz? Új méretet, egy gyűrű mintát, és átfutott az agyamon, hogy hát megőrülök, hogy ilyen szegény vagyok, hogy ilyen kicsi kezem van, és nem akkora gyűrűt fogok kapni, mint a Hatház. És gondolkoztam, hogy hogy adjak gyűrű méretet, tehát hogy tudnám úgy összehúzni, hogy olyan újam legyen, mint a Hatházinak. Ilyen repperes, és, ilyen három új gyűrű. Igen, és... Elmondom, hogy hiába adom meg. Kellett, hogy megkérdezem a Lacit, hogy te neked mekkora az új méreted, és ugye mutatta volna, hogy mekkora, tehát hogy akkor azt bemondom simán, én meg alul értékeltem magamat, úgyhogy például nem jön föl a karinti gyűrű az ujjamra, mert vagy hízott az ujjam azóta, vagy én nem tudom, mi történt, vagy én tudom, mi történt. Én kettő megmérettem a boltban, mondtak egy számot, nem emlékszem rá, mint a 28-as, úgyhogy én mondtam Sinkó Péternek, hogy 32-es, így kaptam 24-est, amit aznap fel tudtam venni, és két hétig hordtam, mert nem jött le. És az benne a büntetés, hogy egy ilyen dobókocka méretű valami van a tetején. És rá van írva, hogy karinti. Igen, mintha az övé lenne. Ez a legfurcsább pecsétgyűrű, tehát ami rögtön... Meg a zsebrenyúlás. Nem lehet vele zsebrenyúlni akkora. Úgyhogy hát... gyűlt az apró, hogy két hétig a zsebembe. Nem ezzel nem ennyi bankot rabolni, érted? Mert tudni fogja mindenki, hogy te voltál. Tehát ez... De van más díjad is, László. Igen? Hogy csak mert én is kaptam együtt velem. Hogy a... Például a Kamera Korrektúra Fesztiválon kaptunk a Munkaügyek című csodálatos sorozatunkért is díjat. Na ugye, például. Hát van még egy díja a Lacinak, Sándornak meg filmes díja is van. Filmes díja biztos van. Gergővel forgattunk egyébként több olyan filmet, egyrészt amiket ő írt, másrészt meg ugye forgattunk sorozatot együtt, aminek Gergő producere és szereplője is volt. A Cadillac Drive, ahol szerintem mellettem a Gergő éveket öregedett, mert sok mindenre fel volt készülve, mint producer, de arra nem, hogy önmagában jövő Amerika veszélyes lesz, mert én is ott vagyok. Tehát szinte azt lehet mondani, hogy folyamatosan bonyodalmakat sikerült okozni, és Gergő ezt nagyon-nagyon nagy érzékkel tudta végigvinni, úgyhogy egyet nem káromkodott, pedig ezt nagyon nehéz megállni. Nála a káromkodás az annyi volt, hogy a baseball sapkát így hátra tekerte, de akkor már minden benne volt, és mindenki, minden fölmenője is meg volt említve. De csak hogy ebben egy érdekes történetet megosszak, hogyha a díjak nem derülnek ki. Nem jutott eszembe. De a Kontroll nyert egy csomó díjat. Hát a Kontroll igen, de Magyarországon csak Budapest díjat nyert, de egyébként a világban mindent.